Márkizai Péterre fogna mindent, így menekülne a dollár baloldal. Ezt írja az Origo. Bár egymás után derülnek ki a részletek a baloldal pártfinanszírozási botrányáról, vezető politikusaik továbbra is hárítanak, és igyekeznek Márkizai Péterre tolni a felelősséget. Az LMP társelnöke Mokkerzsébet az m úgy reagált, ha tudták volna, hogy külföldről finanszírozzák a kampányt, akkor ők nem is csatlakoznak a baloldali összefogáshoz. Egyetlen egyszer nem hangzott el, hogy az MMM... Amerikából ö, pénzt kap, nem tudtunk róla. Az LMP továbbra is azt állítja, nem tudott a guruló dollárokról. Arról pedig végképp nincs információjuk, hogy Márkizai Péter a pénzért cserébe tette bármiféle ígéretet. Ezt a párt társelnöke mondta az m 1 úgy fogalmazott, ha lett volna sejtésük arról, hogy a kampányt Amerikából finanszírozzák, akkor nem is csatlakoztak volna a baloldali összefogáshoz. Nem tudom, hogy Márkizai Péter tette ígéretet, nem tette ígéretet, ez nem volt napirenden, tényleg nem tudtunk róla. Nagyon sajnálom, mert hogyha tudtunk volna, akkor nyilván azt mondtuk volna, hogy nem fogadhatjuk el. Márkizai Péterre fogna mindent, így menekülne a dollár baloldal. Ezzel a címmel közöl cikket az Origo. A portál azt írja, a baloldal vezető politikusai mellé beszélnek és úgy tesznek, mintha nem is hallottak volna az Amerikából érkező 3 milliárd forintnyi dollárról, közben pedig a felelősséget igyekeznek a bukott miniszterelnök jelöltre hárítani. Az Origó megjegyzi, bár a pénz nagyobbik része a mindenki Magyarországa mozgalom számlájára érkezett, csak nem 2 milliárd forintból mind a hat baloldali párt kampányolt. Nem tudom, hogy érkezett -e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. Nekem ezzel itt szerintem nincsen dolgom. Hát én ezt most öntől hallom. Lényegében Márki Péter tudja a legjobban, ő tud beszámolni róla. Nem tudtunk róla, nem kaptunk belőle. Többnyire így reagáltak a baloldali pártok vezetői az elmúlt hetekben, amikor az amerikai kampánytámogatásról kérdezték őket. A botrány kirobbanása óta az ő szavuk szemben már Kizai Péterével. Ő ugyanis azt állítja, nehéz elképzelni, hogy a pártvezetőknek ne lett volna tudomásuk a pénzről. Engem is felháborított, hogy 44 millió forintot egyetlen számlán fizettünk ki mondjuk tollakért. A baloldal külföldi kampányfinanszírozásáról egymás után derülnek ki az újabb részletek. A titkos szolgálati jelentésből kiderült, Karácsony Gergely volt főtanácsadója Korányi Dávid amerikai szervezetétől az Action for Democracy Pankrászitól érkezett a pénz, és legnagyobb része a bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó, az egész baloldal kampányát bonyolító datada csoportnál landolt. De kerülhetett belőle a DK közeli ez a nevű laphoz. A tűzfal csoport pedig arról számolt be, hogy az ugyancsak baliberális átlátszó.hu tulajdonosa is érintett lehet a guruló dollárok ügyében.